Peggy 18. Köszöntelek titeket, kedves fiúk és lányok, a Lelója Postal 3-as missionünkbe, ja Istenem, Postal Dude beszállt a politikába, kétfarkú kutyapárt, yeah! Na, amit látható, már is megtalált minket egy szefós, hippi, narkókereskedő, drogdíler fejű valaki, aki még hittérítő is, mert van egy büdös nagy keresztló a nyakába. És már is megyünk a drága jó majorhoz, mert hogy Pindur-Pandur falván eluralkodott a káosz, ott van Lord Major, azt az egát, micsoda feje van, Chucky Csomó, vagy milyennek a neve, Raúl Csomó, na majdnem. Na, és akkor ezek most bizniszelnek itt valami, akármicsodát, ami minket baromira nem érdekel, mert már annyira unom ezt a játékot, hogy belefejelek a falba, és egy újabb, annyira izgalmas missionünk lesz, hogy meg fogunk pusztulni. Mindenesetre a karakter, aki mellettünk lesz, az legalább egy kicsit muris. Hogy mit értek az alatt, hogy egy kicsit muris? Nos, hát ezt rövidesen meg fogjátok látni, hisz előjön a major, vagy hittérítő faszé, vagy mit tudom én, valakinek a valakije, fia, nősténye, hát na, íván róla beszélek, nagyon szépen néz ki ez az illető úriember, és egy néger gyerek levágott arca van a farkóján. Ezt nem igazán tudom ezt a részét hova tenni, meg hát szét van csapkodva a segge. Ezt már az inkább megértem, de hát na hát mondom, jól elvárték azért, mert ilyen hülyeségeket ad magára, de hát a lényeg az lesz a feladatunk, hogy a polgármesteri hivatal tele van paparazzikkal, és hát ha meglátják a kedves kisfiút a néger hapi levágott arcával meg ebbe a kosztümbe, hát az bizony nem fogják jó néven venni, úgyhogy nekünk az a dolgunk, hogy drága jó fegyvereinkkel megakadályozzuk a paparazzikat abban, hogy használják a fényképező gépeiket, de hát ezek próbálkoznak, ha annyian vannak, mint a szemet. Úgyhogy készüljetek fel, hát ez egy nagyon hosszú kis mission lesz, mert hát ki kell írtani az összes paparazzit, mert ha csak egy fotó is készül rólunk, hát szegény Slayboy, ő bizony beszopja, mert kin lesz a feje és a levágott néger fej, meg nem tudom arc vagy mi az, ami van rajta, hát az is kin lesz az újságok címlapján. Úgyhogy el kell altatnunk az összes ilyen paparazzit. Már csak az a kérdés, hogy olyan jobban megcsinálva a polgármesteri hivatal, hogy hát ilyen bár van, meg rúgtáncos részleg is, meg ilyen törvényhozás is van benne, és hát olyan labirintusszerűen van kialakítva, hogy bizony nehéz innen kitalálni. Annál is inkább, mert mindenütt itt túlálkodnak a paparazzik, úgyhogy őket mindig ki kell szúrnunk valamilyen módon. Egyelőre úgy nézem, hogy ez a sokkoló beválik, úgyhogy ezt is fogjuk továbbra is használni. Azt hiszem erre kell menni. Hú, hogy mennyi ajtót. Kicsit kezdem unni, hogy ott van még egy, jaj, még szerencsé, hogy ezek nem lőnek vissza. Viszont kezdünk egyre nem gonoszabbak lenni, úgyhogy ezen sürgősen változtatnom kéne, mert hát nem szeretek nem gonosz lenni. Ó, hülye homoszexuális ügyvédek, fene vinne el titeket. Meg itt megpróbáltak engem meglepni. Ezeket is elaltattuk biztos, ami biztos alapon. Hát itt mindenféle szertáron megyünk keresztül. Hát nem tudom miért nincs egy sima exit kiárat valahol, de hát na, így oldották meg a dolgot. És azt mondja, nem erre kell menni, erre kell menni, azt, erre kell, fingom sincs. Hát nem innen jöttem. De most szépen körbe mentem, de jó fejek ezek. Na nézzük akkor, hát még jacuzzi is van, beszarok. Na jó, van, hát látszik a polgármester költ magára. Kicsit tükrözi a magyarországi viszonyokat is, úgy többé-kevésbé. Jaj, és hát lépcső. Hát, mert hogy én erre még nem gondoltam hamarabb. Na jó, ott egy újabb újságíró, hát vele is sikerült, vagy fotóriporter, vagy mit tudom én, mik ezek. Ja, azt mondja. Ilyen szépen körbe van állványozva az egész, nehogy már ne tudjunk csak úgy simán kimenni. És hát tényleg csak erre kell mennünk. Fú, szegény, de hülye az a gyerek. Ja, jó van, ne morogjál már.
Fúj, de csúnya. Fúj, és meg kövér is, fúj. Na de. Eredjél az útban, már agyon várlak. Na, azt mondja, hogy? Ott van meg egy. Akkor csak jó felé megyek, mert az jelzi az utat, már ezek a hülyék vannak, úgyhogy gyanítom, arra kell menni, azért benézek ide is, nehogy meglepjenek. Jó, van, az is egy kicsit elaludt. Ó, ez már megint ott van. Egyszerűen, hogy ezek mindenütt ott mászkálnak, pedig már én szerintem már jártam itt egyet. Na. Mit akart ez a hülye? Már majdnem fotózott egyet. Azt mondja. Lejön ki szépen a lépcsőn, talán már kijutunk ebből a kócerájból, de nem, már zárva az ajtó. Ha miért is lett volna nyitva, ha olyan egyszerű ez a dolog, ha... Na jó, akkor elnézünk arra. Aztán erre, aztán amarra. Jézus ereje, mi van itt? Fúj, de ronda vagy. Tiszta, mint Fidel, csak kicsit elhízva. Na, ó, és ott van, na, arra kell menni. Csodálatos, olyanok ezek, mint az útjátszó bólyák. Azaz, na jó, akkor legalább megtaláltuk a hazafelé vezető utat. Ami, hát nem ez az. Már megint egy raktáron megyünk keresztül, tököm tele van a raktárakkal, így minden egy raktárban, meg budi. És persze, hogy nem a WC-n egy paparazzi. Ó, berúgjuk az ajtókat, na, hogy itt is meglepjenek minket. De a készítők helyében én csak raktam volna valami izét ide a budiban, mondjuk nem pont lőszert, hanem valaki szarás közben, vagy mit tudom én. Hát játékok ugyan nem nagyon fordult még elő. Nem tudom, ez valahogy tabu téma. Fú, mennyi kevél négennő. Jaj, hát itt is voltunk, akkor csak ezek felé kell menni. Afele a mindenüket. Na, végre kijutunk az épületből. Ez az, ott van még egy paparazzi. Jó anyád, mit ászott. Meg szerencsé, hogy ezek nem valami intelligens életformák. Ó, ott van még egy illető. Hú, azt is tarkolőjük. Jó van. És akkor gyorsan átmegyünk, és már is jön egy videó, szerintem, ez az! Ó, csávó, átvittelek téged, nem fognak elkapni a paparazzik, AP csávó, mégis itt van egy... leszedem őket, leszedem, gazdag leszek! Tele leszek pénzzel, veszek magamnak plazma tévét, yeah. Nem tudtok megállítani, kis pancsergecik, a fenébe! Na hát, nem tud kívánni, szegény pára. Nincs oda véletlen. És most ilyen posztál dude, és jól seg berúgja a paparazzit. Akinél automata fegyver van, mint a kúzé, hát na, meg macseté. Érdekes, egy paparazzik ezek, meg kicsit sokan is vannak. Meg jó, hogy egy sokkolóban még mindig többre megyek, mint akármi mással. És ennyi is volt itt a küldetésünk, úgy látom. Csak nem tudom, még szerencsétlenkedek itt egy sort, már hát azért ráfogytak az ellenfelek. Most én nem látok többet. Mindegyik elaludt. Slayboy is itt van, annak sincs semmi bántódása, de jól van megcsinálva ez a játék új fent. Na jó, unjátok már meg, vagy legyen már valami, porszívózunk itt az embereket. Ott borzhozunk. Ne fejt egy borz, Hogy marcangolni, azt az jó vagy. Na, sikerült ezt egy kicsit szétmarcangolni. Marcangoljuk ki az ajtót. Állal, sikerült, jó van. És miután kinyírtuk az összes paparazzit és megerőszakoltuk az anuszukat, hát kedves barátunk, hát egy kicsit megijedt. Legyél szabad, kedves puszi gyerek. Na, köszönöm szépen, hogy... Hoppá. Hát ezt elütötték. Á, semmi gond. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a legújabb missionünket. Remélem tetszett mindaz a kis műsor, amit láttatok. Tudom, hogy nem, de hát most már azért is végigcsinálom ezt a gameplayt. Sziasztok, hello! So that was all a wash. No money, and now I didn't even know where Champ was. Mr. Dude. But it turned out the mayor's hot secretary was a spy for the ecotologists. She said the city pound routinely sold all their animals to the evil luscious cosmetics lab. They'd been planning to rescue all the little vivisected kitties and monkeys, but needed an inside man to pull it off. I knew just the guy.